Az ifjúság tér fejlesztésének kapcsán tartottak civil és vállalkozói fórumokat 2015. november 5-én Kistarcsán a Csigaházban. Az eseményen valamennyi résztvevő beleszólhatott a városközpont közösségi tervezésébe. Gödöllőn látható a CEVE Our World is Beautiful, Gyönyörű világunk című fotópályázatának legjobb 26 képéből összeállított tárlata. A kiállítás november 11-én nyitották meg a Királyi Kastélyban. November 12-e és 15-e között Gödöllőn, november 19-e és 22-e között pedig Kistarcsán mutatja be nagyszabású műsorát a világhírű Ötvös Cirkusz, mely idén ünnepli fennállásának 95. évfordulóját. A 3 kápolna címmel tartott előadást Molnár V. József néprajzkutató november 6-án Gödöllőn. Az Új Forrás polgári kör által megszervezett előadásnak a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ nagyterme adott otthont.